Villanyóra működés közben ezen a felvételen egy ilyen szerkezet átalakítását kérte az a férfi, aki ellen most emelt vádat a szigetvári ügyészség. A vádlott férfi egy Pécs környéki településen üzemeltetett egy pékséget egy bérelt helyiségben. Megkérte egy ismerősét 2022. októberét megelőzően, hogy ennek a helyiségnek az áramfogyasztás mérő berendezését alakítsa át úgy, hogy az alkalmas legyen szabálytalan áramvételezésre. Ez az átalakítás megtörtént, és az átalakított fogyasztásmérő segítségével a vádlott férfi tulajdonképpen lopott áramot használt a helyiségben 2022. októberétől 2023. júliusáig. Az ügyben elrendelt vizsgálat szerint jelentős mennyiségű áramot használt fel így illegálisan. A lopással okozott kár meghaladja 11 millió forintot. Ez a cselekmény jelentős értékre elkövetett lopás büntettének a megállapítására alkalmas, aminek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés. A vádlott beismerte a bűncselekmény elkövetését, azonban nem kell börtönbe vonulni az ügyészség indítványa szerint. A vádlott egy közvetítői eljárás keretében a teljes kárt megtérítette. Ilyen esetekben az 5 évi szabadságvesztésnél nem súlyos szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűncselekmények elkövetőivel szemben lehetőség van a büntetés korlátlan enyhítésére. A szigetvári járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottal szemben büntető végzést hozzon és pénzbüntetést szabjon ki. Az ügyben végleges döntés majd a bíróságon születik. A vádlott egyébként egy 30-as éveiben járó férfi, aki valószínűleg üzleti tevékenységéhez használta fel a lopott áramot.